Sziasztok, ez itt az IGN Gaming legújabb epizódja. Sziasztok. Itt van mellettem Sasa, én Gáspár vagyok, és ma a lootboxokról fogunk beszélgetni, amik az utóbbi hetekben nagyon gyakran a figyelem középpontjába kerültek, nem túlságosan pozitív módon, ugyanis miről van szó? Lootboxok, mindenféle digitális pénzért, vagy esetleg valós pénzért, játékon belüli tartalmat lehet vele vásárolni, azt játéka válogatja, hogy éppen miért. 2007 környékén jött be ez ugye a piacra, először az ázsiai országokban, ott rengeteg ugye mobiljátékban, de ott igazából most már törvény szabályozza ezt a dolgot, konkrétan ott szerencsejátéknak minősítik a lootboxokat, hiszen nagy részt annak köszönhetően, hogy itt mit dob a gép, olyan felszerelést, vagy olyan skineket, és különböző dolgokat lehet ebből kinyerni. De hát a nyugaton ez egy elég olyan piac, ami még nincs szabályozva, és hát egyre több játék használja ezt a megoldást, és most már nem csak free-to-play, mobil, vagy éppen early access stádiumban lévő címek, hanem bizony a $60-os a játékok, és itt mostanában a Star Wars Battlefront 2, a Shadow of Mordor, sőt, a Forza kapcsán is ugye komoly balhék alakultak ki ezzel kapcsolatban. Szerintem egyébként érdemes külön választani a magát a lootboxokat, ugye azoknak is több formája van. Ugye van, azzal szerintem semmi baj nincs, hogyha van egy cég, aki beépít egy ilyen szolgáltatást a játékába, amivel, mint például az Overwatch-ban, ahol skineket tudsz venni, meg egy hangokat, meg egy csomó minden olyan dolgot, amivel te nem teszel, vagy nem teszel szert előnyre. Mert ha van kedved és van pénzed, akkor miért ne tennéd meg? Egyébként nyilván azért csinálják, mert van rá igény, tehát ez az egyik dolog. Számomra ott bukik egyedül ez a dolog, amikor előnyt szerzel azért, mert rákölt még. Amikor kinyitod a pénztárcádat, azután miután megvettél mondjuk egy 20 ezer forintos szoftvert, és az akkor is zavaró tud lenni, amikor valaki az első napon már mondjuk, nem tudom, olyan fegyverre rohangál, amire neked esélyed nincs, mondjuk még egy hónapig. Meg abban az esetben is, amikor olyan fegyverre van, amit te meg másképp nem szerezhetsz meg. Úgyhogy ezt egyébként szerintem érdemes külön választani, hogy ezeket a lootboxokat ki és milyen módon használja. Engem egyébként a Shadow of War-ban nem zavart volna, ha vennék, én sose szoktam ilyeneket vásárolni. Mert ott nincs multiplayer, ha most valaki hát béna, van az online vagy... szegmens, hát, hogy ugye jó, elfoglalod a különböző ilyen várakat, és akkor utána felrakhatod online, megerősített ilyen védőkkel, és akkor utána ki tudja elfoglalni, és ebből nyilván van ranglistás, meg nem ranglistás. Nehéz, nehéz dolog ez, mert ugye azért a videójáték fejlesztés azért bődületes pénzekbe kerül. Hát igen. És nyilván az, hogyha ugye ez a $60, ez egy nagyjából már ilyen standarddá vált a nagy címeknél, és azért biztos az sem tenne túl jót az eladásoknak, meg azon is fölháborodna a játékos közösség, ha egyszer csak azt mondják, hogy bocs, de mostantól $80. Igen, és ugye vannak már olyan játékok, amik egyik még nagy nevű játékok is, amiknél már nyilvánossá vált, hogy sokszor több pénzt termelnek a mikrotranszakciókból, mint magából az eladásból. Sok esetben szerintem ez megmenthet akár egy stúdiót, vagy egy játékot mondjuk egy ilyen októberi hónapban a pusztulástól, most fogalmazunk kicsit drasztikusabban. Ettől függetlenül abszolút megértem, hogyha valakit ez zavar, de valamilyen szinten megértem a fejlesztőket is. Mondom, ne billenjenek át szerintem abba az irányba, hogy olyan dolgot vásárolja, amitől tényleg előnyöd van, mert a Destiny-ben is van mikrotranszakció, és ilyen emótokat vehetsz ott is, meg fegyverszkineket, amitől nem leszel te jobb, erősebb, csak vagányabb, kicsit többnek érzed magad. Csomó ilyen, tehát van, akit ez boldoggá tesz. Én nem tudom, te hogy vagy vele. Nem, én sose, ilyenekre sose szoktam, még mobiljátékoknál se. De az az érdekes, hogy ugye Digital River csinált egy felmérés most, és ezt ugye nagyon szépen úgy fogalmazzák, hogy a játék mint szolgáltatás, tehát hogy megvan a konkrét játék, és utána folyamatosan digitális tartalmakkal bővítik, hol ingyenes, hol fizetős dolgokkal, és hogy ennek köszönhetően 2017-ben háromszorosára nőtt a videójátékos bevételek. Ami azért elég jelentős dolog, és fura az, hogy ugye mindenki fúj ezekre, és ugyanakkor mégis, mintha csendben. Csendben. Hát tudod, mindig az a hangos, aki... Nézd meg az Electronic Arts-ot, tehát mennyire nőnek az ő digitális bevételi az elmúlt 5 évben. Tehát ilyen irgalmatlan nagyot nőttek, és ők is ebből tudtak a legtöbb vagyont, vagy legtöbb profitot összeszedni. Nézd meg mondjuk a Simsnek hány olyan kis apróság virág föltől kezdve az utolsó székig, és vagy szögig, amit ott megvásárolhatsz, és nekik ráadásul például a Simsnél kapóra jött, mert az a saját franchise-uk, ott nem kell license fee-t fizetniük, ott, ami ott beketyeg,
És azt konkrétan tudom, amikor voltunk még kint, mikor még a Lionheadnek volt egy irodája Angliába, és oda meghívtak minket, és az IE-vel ott is ott lehetett találkozni, és akkor mutatták, hogy egy Lionhead méretű iroda volt biztosítva a Simsnek csak annak a csapatának, akik kutyákat, macskákat, meg kapát, meg bútort, meg ilyeneket csináltak, mert ezekből sokkal, de sokkal többen jött, mint magából akár a szoftverből, ami egyébként írtozatos nagy siker volt önmagában. Igen, elég itt még a GTA 5-et meg... Hát a GTA 5-nek az őrületes sikere az... Ilyen 5-600 millió dollárokat termel évente még mindig az online, úgyhogy nem mai játékról beszélünk, és még emellett el kellett belőle már 80, vagy leszállítottak 80 millió példányt valahogy így. Pontosan, és még szinte mindig teljes áron adják, és iszonyatos sok bevétel jön a mikrotranszakciókból. Ez én azt gondolom, hogy most itt tartunk, és ez elkerülhetetlen. Igen, engem igazából az zavart, hogy a különböző kiadók és fejlesztő stúdiók, hogy ezt mennyire nem tudják ezeket belőni, vagy kordában tartani ezeket. Ez egyébként nagyobb gond már. Például itt volt az NBA legújabb részének a példája, ahol konkrétan az előre haladásodat nehezítette az, hogyha nem vásároltál valós pénzért a játékban elkölthető cuccokat, mert oké, hogy vettem egy cipőt, meg fodrászhoz mentem benne, és az már az is irgalmatlan összegek voltak, de ha a képességeidet szeretted volna, akkor ez valami elképesztő vagyonokba került, és baromi sokáig tartott, amíg odaig el tudtál jutni, és nyilván, ha valaki megveszi a szoftvert, nyilván azért szeretne vele játszani, na, de amikor ennyire lelassítja valami ezt a folyamatot, akkor az már bosszantó. Igen, és főleg úgy, hogyha mondjuk te is játszom, meg én is játszom, és jövök be röhögve, hogy nézd, én már itt tartok, te meg igen, még hol. Igen. Ezt a vonalat egyébként szerintem tényleg kéne húzni egy határt, ami fölött ez már esetleg tényleg egy olyan ingerküszöb, amit éreznie kéne a kiadónak, és tényleg nem mindenki érzi, és ott totálisan megértem, hogy a játékosoknak ez ott már indokoltan nem tetszik. Nekem egyébként egy csomó Forzás barátom van, és ugye most a VIP passzal volt probléma, igen. Mert ugye ott elvileg nem kaptál annyi pénzt, mint az előző Forzák esetében, aztán ezt ugye megváltoztatta a törten, de egy csomó játékos után azért volt rohadt ideges, hogy már beleöltem 200 órát a játékba, ugye azokért a versenyekért már megkaptam a kreditet, de nem annyit, amennyit kellett volna, úgy, hogy egyébként megvettem a VIP-past. És hogy igen, és hogy fura, hogy mintha ezekből a példákból nem tanulnának, hiszen a Shadow of War-nál is ugye magyarázkodni kellett, a Star Wars Battlefront még pontosan nem tudjuk, hogy az hogy fog működni ott a mikrotranszakciós rendszer, de már előre szabadkoznak, hogy nem, ez csak ilyen skineket, meg nem annyira fogja befolyásolni a játék egyensúlyt. És igazából nekem még ott van problémám, hogy vajon nem érné meg a tényleg azt mondani, hogy figyeljetek, srácok, ezt most 70 dollárért fogjuk adni ezt a játékot, mert ez annyira klafa, és felejteni a mikrotranszakciót. Figyelj, egy Forza esetében, ha megveszed azt az edition-t, amivel korábban tudsz játszani, mert rajongó vagy, ugye mostanában a Microsoft ezt csinálja, az 30 ezer forint. Oké, van benne Season Pass, meg ebben van a VIP Pass is, de hova fizet? Tehát, hogy érted? Meg ugye az valamilyen szinten megállít egy folyamatot, mert az ilyen mikrotranszakciós dolgokban csomó játéknál lehet, hogy menet közben derül ki az, hogy mondjuk, mit tudom én, jobban viszik a skineket, mint mondjuk az emótokat, és akkor ugye a cég ennek a függvényében tud kiadni újakat. Úgyhogy ez tényleg egy nehéz kérdés. Biztos vagyok benne, hogy erre a pénzre a kiadóknak, illetve a fejlesztő stúdióknak szükségük van ebben az őrült versenyben. Hiszen nem is erre öltetnék, hogyha ez nem így lenne, és valószínűleg még mindig tényleg, ahogy beszéltünk róla, van benne annyi üzlet, hogy ezt még megtehetik, és hiába a sok visszatetsző vélemény, ez ettől függetlenül működik. Igen, és pont most olvastam egy cikket a Wired-ön, ahol játékfejlesztők beszéltek, egy ilyen kerekasztal beszélgetés volt, és ott is elmondták, hogy az, hogy egy fejlesztés ma nagyon drága, az egy dolog. De jelen pillanatban úgy néz ki a piac, hogy nem PlayStation-re és Xbox-ra kell fejleszteniük, hanem PlayStation-re, PlayStation Pro-ra, Xbox One S-re mondjuk, meg Xbox One X-re. Úgy kell fejleszteni, hogy ezen próbálj valamit villantani, de a kisebb verzión is el kell, hogy fusson, és akkor most még jön fel a Switch, ahol egy olyan buildet kell építened, amit optimalizálsz. És közben ott van, hogy október 27-e megjelenés, vagy október 23-a megjelenés. Úgyhogy azzal, hogy a Microsoft is, meg a Sony is most ugrott egy ilyen, nevezzük fél generációnak, ami egyébként nekik se volt szerintem jó, a fejlesztőknek meg kifejezetten nagy rémálom, mert most már nem két gépre kell optimalizálni, hanem konkrétan négyre. És közben még azt is súlyozniuk kell, hogy melyikből mennyi az eladás, mikor billen át a Pro arra a szintre, hogy már inkább arra fókuszálsz. Úgyhogy
Én ezt az oldalát megértem, én azt az oldalát nem értem meg, amit te is kínosnak, vagy kényesnek érzel, hogy, hogy ezt lehet úgy is csinálni, hogy ebben ne legyen gond. Én az Overwatch-nál nem olvastam olyan nem híreket, hogy gond lenne. A Destiny-nél sem olvastam olyan híreket, hogy gond lenne. De én magam részéről elvárom, hogyha megveszek egy játékot 20 ezerért, akkor ott az nekem egy teljes élmény legyen, és hogyha akarok költeni, akkor azt én megtehessem, de amiatt ne legyek én az, aki téged mondjuk 200-szor szarrálő a Destiny multiban, csak azért mert. És hát ez olyannyira visszhangot keltett, hogy egészen a brit parlamentig is ment, ahol ugye előtte nyilatkozott az amerikai és az európai korhatár besorolást végző bizottság, mert hogy nekik ilyen szempontból is vizsgálni kell a játékokat, hogy szerencsejátéknak minősülő elemek vannak-e benne, és hát ők arra jutottak, hogy a lootboxok, mivel mindenféleképpen kapsz valami digitális javat a pénzedért cserébe, ezért ezt nem minősíthetjük annak. Az angol vagy a brit parlamentben ugye meg felvetették, hogy ezt mégiscsak valami szabályozással alá kellene vetni, hiszen mi van akkor, amikor fizetsz egy lootboxért, és ugyanazt a skint megkapod, amit a kettővel ezelőttiért. Úgyhogy ez sok szempontból nagyon problémás történet. Hogy ezt mondjuk, a piacon nem volt ebből nagy gond, akkor még itt se lehet, mert ott aztán tudod, mi volt régen. Ugye szinte minden játék megszűnt fizetőssé válni, és észre vetted, véletlenül rákattintottál, és már vonta le ugye a bankkártyádról a pénzt. És hány olyan balhé volt, amikor szülők könyörögtek a cégeknek, hogy adják már vissza a pénzt. Mert a gyerek megkapta a telefont és elköltötte. Vagy nézzek a World of Tanks-ot, világ egyik legnagyobb sikere, és mennyi pénzt költöttek el az emberek erre a virtuális valutára, amit ott ők felhasználtak. Úgy bizony, úgyhogy nagyjából azt tudjuk elmondani, hogy az biztos, hogy valami a kiadók részéről tudja, hogy egy önszabályozó folyamatnak el kellene indulni ahhoz, hogy ezt valahogy úgy lőjék be, hogy ez azért a játékosnak se érezze úgy, hogy azért a pénzért, amit kifizetett, azért lényegében még hátrányba is kerül, hogyha nem költ rá még többet. Illetőleg hát, hogy ezt a piaci szinten hogyan lehetne szabályozni, ez nagy kérdés, de a legjobb dolog az volna, hogyha a játékosok visszajelzései nem csak dühös kommentekben nyilvánulnak meg, hanem esetleg abban is, hogyha nem tetszik a rendszer, akkor ezeket a lootboxokat nem kéne kifizetni. Sajnos ebben mi is tehetünk, vagy bizonyos értelemben a játékos közösség is felelős ezért, hiszen amíg ezek ilyen őrült mennyiségben pénzt termelnek, addig ebben nagy változás. Igen, és azt is mi termeljük nekik, mert nyilván nem lett volna ez egy ilyen tendencia, hogyha nem látnák a kiadók azt, hogy ebből iszonyatos sokat lehet keresni, és iszonyatos sokat költenek az emberek. Hát, közös barátunk, majd most leleplezzük, a Krisz, PC gurus Krisz, most váltotta vissza valamilyen League of Legends, vagy valamilyen játékát, és valami nem tudom hány száz eurót kapott vissza, vagy annyiért tudta eladni a cuccokat, és mondta, hogy hát ennek többször is tölte a játékba. Nem kötelező. Most van egy nagy Steam akantja, ahonnan vehet játékokat, ha kedve van, úgyhogy csókoltatunk Krisz, reméljük az azt, hogy nem látja. Igen, hogy hova tűnt a hangzó. Jó, hát nagyjából a lootboxokról most ennyit tudtunk elmondani nektek, úgyhogy viszont azt talán, ha megjegyezzük, az jó, hogy a kiadók még erre nagyon élesen, vagy nagyon gyorsan reagálnak most ezekre a panaszáradatokra, amik megjelenek, úgyhogy reméljük, előbb-utóbb sikerül ebben megtalálni ezt a kényes egyensúlyt, hogy lehetne ezt mindenki számára elviselhetővé és kifizetődővé tenni, úgyhogy maradjatok velünk, legközelebb is érkezünk mindenféle komoly, vagy esetleg kevésbé komoly témával, úgyhogy tartsatok velünk, és ha tetszett a műsor, akkor iratkozzatok fel. Sziasztok! Sziasztok.